színpad a fiú. Ha lehetne fordítva is. Nem mondják, hogy itt játszik? Nem, már azon túl vagyunk. Igen? De a felállás nem volt, volt? Volt. Volt, volt. Aha. Olyan rejtélyes. De figyelj, hogy nem Én nem tudom. Nem tudom. Valahogy bele tudok írni ebbe a szövegből. Ki kéne javítani az eszközben. Mert így főle mozgattam. De az itt az, most tudom. De jó. Beszáll a nagy Krisztián, ahol szerzett.
Köszönöm szépen!
Megérkezett a szakkommentátor is. Gyere Ricsi, itt nem bizes a fad! Yeah.
Ha megnézed az enyémét, lehet egy pont máshol lehet az asztalást, mert az előrébb volt ez a kamera. Azért mi is 10 méter általában itt áll. Mert ez ugye pont a felező vonalon van. Én szerintem, de Zsoltinál, már ő már 1 méterre, de Zsolt szerintem. Vissza tudod nézni, mert ment élőben. A Facebook oldalunkon, ajkai szólnak a Facebook oldalán. Ez nem indul el szerintem.
új streameritek fel valahol? Aha. Facebookra. Ajtom szó. Igen. Később indult, tehát nem fogsz innenni a 15 perc. Tehát inkább innen, ha visszafelé számolod, hogy mennyit kell vissza. Ez meg kéz volt, nem? De kéz volt. De csak kéz. Ja, még egy kéz lehet. Vissza is tudom húzni? Igen. Sőt, elvileg a program is tudná, hogy lehetne ismételni vele, de egyedül végképp nem mernek rá megpróbálkozni. Amikor elindul, akkor utána még valahogy előjön a tisztában, vissza lehet húzni, hogy Egyélőben. Már megint, hát nem igaz. Legutóbbi edzőmeccsen is mindig ott a kapu előtt elbizonytalankodják a dolgot. Mit csináljunk? Rárúgjuk, passzoljuk, mi legyen? A miért nem adott 11-est se? Nem, visszakadt a két láb szerintem. Azért nem, nem volt a végig lefelé. De ő visszakadott. Visszakadott a két láb. Csak utána volt az öntésünk. Már bocsánat, nem visszakadott. Én a kamerán azt láttam, hogy végig tolta. Tehát így végig voltak. Szia, kiállítottam, vagy ilyen faszom? És után volt a... Jó, te máshogy láttad onnan minden minden, mert én kis picit látok, tudok. Tehát én ennyit láttam róla. Csere. Ha hát ez korrekt döntés volt végül is. Hát rendes volt, nem? Most nem kell 10 játékossal játszanunk. Csak például, hogy nem tudom, hogy csak az egyik van.
Balassiban NB, tehát a Sopron játszott, a Szombaton játszott a Bécse, meg az Ausztria akármelyik csapatra, ott is jöttek ugyanezzel. Ezt kell mondani, hogy nemzetközi meccsen, nem lehet tudni ki a fit. Így van. És amikor kezdve, és most nyilvánvaló jól helyzet 22. percben, úgy jöttek, hogy jó, de hát ez egy edzőmérkőzés az egyik más a helyzet, nem? Mert az edzőmeccsen is annyira véresen komolyan kellene venni a dolgot, elvileg? Én hallottam, hogy mit mondtál nagyjából, igen. Tehát azért. És most, hogyha Eddő van volt, ebből már volt a kóvás, akkor itt kiáltott meg a játékos, edzőmeccsen, és akkor utána mint játszott a bolyamicsában. Aha. Jó, a Yeah.
Ennyi erővel a kapura is elrúghatta volna a hazai játékos. Tízes számos Szabó Bence a gólszerző. Fütyörésznek közbe. Persze, mert lesz gyakorolni. Hát csak baromi zavaró nekem legalábbis.
Ó, de szép volt! Come on!
Köszönöm
Thank you.
Most már vissza tudod hozni az élőt, mert az előbb sikeresen leállítottuk, amikor itt küzdöttünk. Ez mi volt? Ez... nem ért hozzá. Nem tudom, hogy elmondani, hogy látom szerintem.
Ja, hogy csak a szándék volt. Gyerekek, útba vagytok egymásnak. Vendégcsapatban 14-es számú Bonter Zsolt helyett 16-os számban a Borobisza Gábor léppályára. Gyere, gyere, gyere!
így visszahúzott a Nem, 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 nem
Szép hazadás. Yeah.
Hazai csapatnál a 19-es szám Horváth Patrik helyett 15-ös számmal Markó Róbert lépett pályára. Megszomjaztak a játékvezetők? Hát de ennél sokkal melegebben is játszottak már itt egy meccset. Akkor nem volt jó szóval. Mikor voltak, mikor szerdán volt? Jó, 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 jó
Most miért torpant meg a hazai játékos? Mikor? Amikor indulhatott volna a labda felé, mert ugye a kapus felé ment már a labda. Nem tudom, azt kell mondom, hogy lesen. Hogy lesen lesz. De nem, jó, nemleges érzés volt, nem volt lesen. Igen, igen. Hala, szép, hogy lesen. Thank you.
Nem,
Tehát így van.